Azt szeretném megkérdezni, akkor mi a helyes tanuláshoz való hozzáállás, hogyha az ember nem a szangában él, hanem a kinti világban? Shiva Samhita 212-es vers. Nem ismerem sajnos. Élhetsz családban, gyermekek társaságában, élhetsz a világban, de ne kötődj hozzájuk. Éljél úgy, hogy teszed minden nap a kötelességedet, ha jönnek, jönnek, ha elmennek, elmennek, ezt hívják a vairagyának, vagy pedig próbálja, segítsetek a nevet, Csiki Szent Mihály, Mihály, van ilyen? Igen, csak ő ezt a vairagya nevű szót úgy gondolta, hogy ezt neki kell kitalálni, és ezt a szót használta, hogy flow, az áramlás. Igazából akkor van áramlás, ha te teszed a saját dolgodat, és nem akarod nyáron azt, hogy sose legyen vége, nem akarod télen, hogy sose legyen vége, hanem egyszerűen ben vagy a flow-ba, és gyönyörködsz a változásba, de nem kötődsz hozzá. Ezt így elmondani csodálatos. Amikor ben vagyunk, nem kötődöm drágám hozzá. Dehogy nem! Azért érdekes számomra a kérdésed, és mélyreható, mert hát 28 évig család nélküli szerzetesként éltem, és most olyan majdnem 2 éve, úgy már ízlelgetem ezt a második életszakaszt, ami szerintem ugye a harmadik Szaturnus ciklusomat eléggé jellemezni fogja. Én szeretném, hogy kitartson, és még tovább is, hogy adnak még egy pár évet. De a lényeg az, hogy nehezebb a feladat. És ez azért van, mert hogyha te csak a belső kis jógidat, belső kis buddhádat táplálod, mint egy szanyasin, aki tényleg lemondott így a családi életről, vagy előtte, vagy utána, de lemondott, akkor hogyha megtartod azokat a szabályokat, amelyek mondjuk a jámmához és a niámmához, vagy mondjuk a zenben a fogadalmakhoz így köthetők, akkor te tudatosan nem vállaltál fel olyan külső kötöttségeket, amely a családban, vagy egy nagyon-nagyon komoly párkapcsolatban ölthet testet, és ezért minden olyan pszichikai gát, kötés, szabályzó az egyszerűen föl sem merül, és úgy haladhatsz az úton, hogy látszolak fénysebességgel. És hogyha tartod az irányt, és megfogadod a mester tanítását, és tartod a szabályokat, akkor ez nagyon jól tud működni. De az ember az egy nagyon paradox és összetett lény, és hogyha túlságosan jó a helyzet, akkor keres valamilyen kihívást vagy kockázatot, hogy bizonyítsa magának, hogy ezt nehezebb körülmények között is meg tudja csinálni, mert egyszerűen betöltött azt a síkot, ami éppen volt. Tehát úgy tűnik, hogy ilyesféle kötöttségek nélkül könnyebb. De ez csak akkor van, hogyha nem gyakorolsz elég keményen. Tehát akkor neked kell olyan helyzetet teremteni, hogy a társadalmi, családi kötöttségeknek a hiányát, a szándékosan teremtett űrt, te betöltsd egy olyan intenzív gyakorlattal, hogy neked az mindent adjon, de mindent el is vegyen. Tehát lemondtál valamiről, valakiről, valakikről, akiket nem is ismersz, és ezt a helyet, teret, időt betölti, sőt, töltse be a gyakorlat, mert ha nem, akkor tényleg ott vagy a semmiben. Na most úgy tűnik, hogy a döntésem, aminek az eredménye egy gyönyörű feleség és egy már majdnem 8 hónapos gyermek, az olyan, mint hogy a 19-re lapot húznál. Nem, ez a 20-ra való lapot húzás. Tehát vagy állsz, vagy teljes csőd. És én azt javaslom, hogy nézd meg azt, hogy pontosan milyen nehézséget szeretnél. Mert az útonjáró megtervezi a válságait, és elvállalja a nehézségét, és nem várja meg, hogy az élet mérje rá. Hogy a semmiből látszólag megjelenjen valami, ami valójában a te megoldatlanságod kivetülése a térbe, az alakra, a náma, rúpa, a név és forma birodalmába, és ez látszólag szemben jön veled, mint valami véletlen történés. Nem, azt te vetítetted ki, csak hajlandó voltál elfeledkezni róla. Tehát tudatosan vállalj valamit, ami nehezebb, mint az eddigi, de az utadnak a része. Ugyanis nagyon sok mindent lehet, de az, hogy egy úton járó tudatosan letérjen az útról, és ebben ne szenvedjen és ne szenvedjen, az nem lehet.
Tehát úgy maradj az úton, úgy vállalj be kihívásokat, nehézségeket, boldogságot és egyebet, hogy ez az úton tartson, és ne az útról térítsen le. És akkor lehet neked 14 gyereked, de akkor is csinálod a meditációt, akkor is gyakorlod a jogát, mindent. Sőt, a gyermekek jelenléte ezt erősíti, és nem pedig letérít róla. Úgyhogy ha ezt a fogadalmat magadban megteszed, hogy semmilyen párkapcsolat, család vagy társadalmi kötelezettség egyebek nem térítenek le az útról, akkor pont az és úgy jön veled szembe, ahogy kell. És én ezelőtt meg kellett, hogy hajoljak. Nekem ez nem volt egyértelmű, sőt, nagyon sokáig ez teljesen kizárólagos volt. Ez annyira vagylagos volt, hogy néha ma is úgy megdöbbenek, hogy ezt most hogy? Most hogy lettünk hirtelen így hárman? De nagyon jól látom a saját kezem nyomát, hogy ez most hogyan történt így, tehát nem ismeretlen a folyamat. És azt is láttam, hogy ezt hogyan lehet megfelelően irányban tartani, és úgy menni az úton, hogy a család és a szanga az egymás részét képezze. És a szanga egy nagy család lesz, és a család pedig a vér szerinti a szangának a része. Ezért nagyon óvatosan kell bánni, mert nem rendelkezhetsz emberek élete fölött. Tehát legyenek útitársaid a családtagjaid, és hogyha családtagról van szó, akkor jobb, hogyha ők is úton járok. Így. És akkor tényleg lehet haladni, de nagyon óvatosan. Ilyenkor már tényleg ők a fontosabbak, amellett, hogy az útról nem térhetsz le. Na, ezt add össze szépen. Jó? Bocsánat, csak ha jól értem, akkor igazából van az életemben olyan dolog, ami nehézségek elé állít. Azt ne akarjam feltétlenül megoldani, vagy helyette valami másikat vállaljak? Tehát, mert hogy ahogy az előbb elmondtad, hogy kell vállaljak valami olyan kihívást, ami nehezebbé teszi, hogy ne olyan kellemesen éljek, jól esett le a gondolat, akkor vagy ez hogyan, vagy valami szolgálatot még ez mellé, vagy a család mellé, vagy ez hogy értette? Hát azt kellene, először is azt kellene tisztázni, és ez azt hiszem az egész teremmel közös problémánk, hogy mindnyájan azért vagyunk itt, mert valahogy úgy érezzük, hogy szeretnénk ezt az életet önfejlődésre használni. Te is így vagy vele. Most az önfejlődésnek van egy sebessége, amit igazítani kell a pillanatnyi állapotodhoz, mert hallottuk az előbb, ha túl gyors vagy, azért buksz el, mert az inga az leng jobbra-balra, és azért van szüksége az embernek tanítóra. A tanító lát téged kívülről, hogy milyen vagy, milyen problémáid vannak. Ezt a nem tudom, mivel nem ismerem a buddhista közösség belső struktúráját, nálunk úgy hívják azt az embert, aki elindul a spirituális úton, az önfejlődés útján, hogy ő egy szádaka. Ez a szádaka szádanát végez, ez a szádana szó azt jelenti, hogy tudatosan járom a spirituális ösvényt a lehetőségeim, körülményeim, stb. Által. Ugyanúgy mind a két közösségre jellemző, hogy szükség van egy tanítóra, szükség van egy tanításra, hogy hogyan menjek az úton végig, szükség van egy szangára, egy közösségre, hogy elmenekülhessek valahova oda idézőjelbe, ahol hasonló problémákkal küzdenek az emberek, és innen már meg is van, hidd el, én ezt a szót szeretném használni mindig, tudat technológia. Nekünk a repülésbe beverték a dolgot, néha már meghűlnek tőlem, hogy én kétszer megnézem, hogy be van-e zárva az ajtó. Kétszer megnézek mindent, mert megtanították velem a repülésbe, aminek a szabályait vérrel írták, hogy cross-check. Keresztbe kell ellenőrizni minden tettemet. És azok, akik nálunk komolyabban akarnak gyakorolni, azok ingyen kapnak oktatót, ingyen végzik a szádanát, itt vannak néhányan szádanázóim, itt van például Ramdas is, ha jól látom, aki majdnem egy évtizede minden nap vezeti a spirituális naplóját, most már olyan Excel táblázatban a modern technikát is felhasználva, hogy az egész személyiségéről sokkal többet tud, mint bárki más. Egy szóval
van neki napirendje, van neki hivatása, van neki kitűzött célja, és ő nem úgy ászanázik már, bocsánat, ő nem úgy jogát gyakorol, hogy naponta egy órát gyakorlok jogát, hanem minden előtte álló feladatot jogikusan közelít meg, tehát minden krízisbe képes vagyok-e fejlettebb emberként belépni, és nem az kell, hogy most neki menni egy olyan feladatnak, hogy elbukok, vagy nem bukok el. Erre nem tudom, hogy szükség van-e, különböző iskolák vannak, félreértés ne essék, hanem pontosan az, ami a zennél is le van írva, az zen az újrakezdők szelleme. Hogy tudom ugyanazt megcsinálni ma jobban, mint tegnap? Hogy tudok ma egy kicsit több lenni, mint tegnap? Valamikor azt hittem, hogy a házat építeni semmi szükség nincs köművesre. És aztán láttam, hogy az a köműves, akire én felnéztem, az egy szerzetes. Olyan fókuszált és koncentrált lény, hogy amikor markoló vagy vakoló kanállal belenyúl, nem gondolkodik, hanem oda benyúl, felemeli, megküldi, oda csapódik a földre, és húz rajta egyet, és nincs semmi a lapáton, mert pont annyit vett intuitív módon már arra a lapátra, amit kell, mert ugyanazt csinálta mindig jobban. Mi pedig mit szeretünk csinálni, hiszen ez az elme szabálya, varietas delectat, a változatosság gyönyörködtet, minden nap másba kezdek bele, hogyha véletlenül gyárba dolgozom, az ingatlanosnak biztos jobb, mikor ingatlanos vagyok, akkor a bankárnak biztos jobb, és egész életemben csorog a nyálam valami más iránt, mint ahogy meséltem már valamelyik találkozón itt, hogy valaki elmondta, hogy ő micsoda nagy hajót vezet, és az micsoda nagy felelősség, hogy nekem fogalmam nincs erről. Mondtam, ide figyeljen, mester, hát én hoztam ide azzal az 54 négyzetméteres repülőgéppel, amihez a maga ladikja ötször belefér ebbe a repülőgépbe, nekem ne akarjon, és mondom, ami magának most fantasztikus élvezet, az nekem meg unom kötelesség. Tehát amit az egyikünk hivatásként szeret, csinál, az a másiknak hobbi. És itt kell visszavenni megint azt a zen szellemet, hogy ugyanazt minden nap még jobban szeretni, ugyanazt minden nap még jobban csinálni, ezzel jutok el az öntökéletesedéshez, és hogy teljesen értsél meg engem, ezzel fejezem be. Elmondod nagyon hangosan, itt is mondtuk, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ez egy mantra. Igen, ez a mantra itt a durva síkon, amibe én beleülök. És ez a kis mantra, hogy elkezdem magamba először suttogni, még finomabb lesz. Még finomabb lesz, az összes külső gondolat elpusztul, mert nem adok neki energiát, ahogy az előbb hallottuk, és egyszer csak olyan finom lesz ez az Om Namah Shivaya, hogy beleolvad a tudatnak a forrásába, a tiszta tudatba, és ami az elején olyan hatalmas és legyőzhetetlen és nagyon zajongó volt, az most már megszelidült, mert annyiszor csináltam még jobban és még jobban, hogy hazaértem önmagamhoz. Nagyon-nagyon távoli lábjegyzetként, mert egy fantasztikus választ hallottunk, két filmet javaslok. Az egyik a Szádaka, a piros betűs tartalomszolgáltatótól. A másik pedig a Takumi, ez fönt van a másik nagy szolgáltatónál, de az ingyenesen az interneten. Hát videóról van szó, és a Takumi az egy olyan film, ahol három mesterséget és egy gyárat mutatnak, mert a gyár szponzorálja a filmet, de a három mesterség az olyan, hogy Japánban időtlen idők óta csinálják. Az egyik, és ezért kaptam a filmet,
egy templomépítő. 20 évig csak gyalult. De beszél és cselekszik valami olyan jelenléttel, hogy én zokogtam a gyönyörűségtől. Ahogy a kezébe veszi ezt a gyalult, hallottad a köművest. Tehát ő is szerzetes volt a szerzetesediken, tehát valami hihetetlen. Tehát megfogta, végighúzt, és ez a pont akkora forgács, és pont úgy, tehát valami tökéletesség gyémánt volt az, amit éppen csinált, mert ő már mint ember nem volt. Csak a gyalú volt, a forgás volt, meg a fa, meg a mozdulat. Tehát így eltűnt benne. A második egy olyan hölgy, aki ilyen vasárgyal együtt 45 kiló, de a tudata olyan éles, mint a szamuráj kard, és saját maga meríti azt a papírt külön papírgyárakban, ahol ő ilyen hatalmas szobákat tölt meg, hatalmas egybe papírokkal, amiből 3D-s origamit csinál egy schnitzerrel hónapokon keresztül. Tehát 4-6 hónapig csak vágja ki a kis dolgokat, és utána egy 3D-s origami, mint ilyen múzeumokba szállítanak kamionnal, ez lesz. Nem azért, mert nehéz, hanem mert akkora. Érted? Tehát ilyen dinoszauruszokat rak össze. Egy rossz vágás a schnitzerrel, és az egész kuka. Ugyanolyan, mert egy darab, egybe van, nincs ragasztás, nincs toldás. A harmadik egy olyan étterem, ami az erdő közepén van, nincs étlap, 2 családnyi hely van, csak ebédet szolgál föl, és hónapokra tele van, mert a rizsen kívül mindent aznap szed össze az erdőből. Ami van. Amit a fenyőerdő ott ad. Több hektár. És ezek a minőségek azok, amikről beszélünk. Na most, hogyha a komfortzónádból, a tamasz-támaszból kijössz, akkor a komfortzónából való kijövetel pont ezt a minőséget úgy meglengeti a síkon, ugye, a látóhatáron, és akkor el is érheted. De ehhez nem az elmédnek kell dönteni, mert az elméd valahol ilyen kis nagyon furmányos módon pont a komfortzóna fenntartásában, kiterjesztésében érdekelt úgy, hogy te büszke legyél magadra. Ez valami hihetetlen. Tehát, ha te tényleg megfogadod azt, hogy követed a hagyományt, és a zenben ez a mondat, amit ma már mondtam, hogy ébredj föl és segíts másokon, ez azért ott, mint a hajnal csillagot van. Ha ezt követed, pont azokat a feladatokat kell elvégezned, amelyeket nem szeretsz. És nem számítasz rá. És kilendít a komfortzónádba. És ezáltal új emberré tudsz formálódni, ahogy azt már hallottuk. Jó? Kérdésem az lenne, hogy most 2 kérdést felteltek-e, mert egy nem, dologról nem, lenne. Csak aztán, egy... Ha nagyon jó, akkor másodikat tudja. Igazából történt velem egy esemény, hogy edzőteremben voltam, 7 óra 15-20 tájékában csináltam az aktuális mozdulatokat, és egyik pillanatra a másikra bejött egy kép, nem feltétlen tudatba, szívbe is, hogy a mester éppen mondja az ómot, ómná. És ez így teljes mértékben egy ilyen nyugalmat hozott belém, és utána este 7:30-kor meg azt éreztem, vagy láttam, hogy éppen meditál. Tehát az edzőteremben volt egy mester, aki ezt csinálja? Nem. Milyen mesterről beszélsz? Hát most nevén nevezzem. Annyi mester, most 2 van itt, akiket kényszerből ugye ennek szólt. Neked, téged láttalak. Hú, az igen. Nincs igen, azért kérdeztem, hogy 7:30-kor. Annyira súlyos, hogy nem tehetett az első ilyen, milyen a második? Tessék. Azért kérdeztem, hogy 7:30-kor meditáltál-e. A másik kérdésem az azzal kapcsolatos, hogy amikor van bennem egy nehéz helyzet... Nem megyünk tovább. Amikor... Nem megyünk tovább sehova. Tehát itt az van, hogy van egy ragaszkodás egy projekcióhoz, és ez meg fog ölni. Mi van, ha egy este nem meditálok 7:30-kor, összeomlik a rendszer? Nem fog. Elmondom, hogy volt olyan este, és nem tudom, hogy te melyik este álmodtad ezt, hogy én 7:30-kor gyereket fürdettem. Olyan volt? Ugye, hogy nem? Tehát van olyan, hogy 7:30-kor meditálok, és van olyan, hogy 7:30-kor benne vagyok a kádban, a fiammal együtt, és fürdünk. Ez olyan...
csúcs meditáció. Mm. Ez a legjobb a világon, rögtön a gyána és a savászana után, az abszolút függőleges és az abszolút vízszintes után. Ez csúcs. Miért? Ne függjünk semmi módon a mester személyétől, étrendjétől, meditációs időrendjétől, semmitől. Tehát te csak tedd. Ez a kérésem. És hogyha ilyen képek jönnek be, akkor Sákyamuni Buddha felé kell meghajolni, aztán leborulni háromszor, és hogyha még mindig van ez a tudatban, akkor 108-szor is leborulni, hát ha addigra eltűnik. Jó? Jó, köszönöm. Esetleg a nem érintett mester szólna? Ehhez nem lehet, mi? Valahogy. A utolsó még az lenne, hogy... De ragaszkodik, te! Na, nem, az utolsó még az lenne, hogy igazából itt a mai napi meditációval kapcsolatos, hogy sok esetben tapasztaltam azt, hogy van olyan időszak, amikor például buszon, vagy bármi helyeken tudom néha csöndbe tartani úgy a tudatom, hogy tényleg érzem azt, hogy nyugalom van, és nem zengít bent. Viszont ma az ülő meditáció alatt nagyon nehezen vagy szinte nem ment. Talán pár perc volt, de semmi több. De viszont ez rengeteg. De viszont a séta alatt pedig tudtam tartani, hogy ellenőrzöd az elméddel a tudatosságot. Ez nagyon nagy baj. Te ne ellenőrizz. Ötféle nagy hiba van, amit mesterünk kimutatott. Ez, amit te csinálsz, ez a holding mind. Tehát ez, hogy tartogatja a tapasztalást, ez az egyik. A második rögtön checking, ellenőrzi, hogy az most tényleg úgy van, nincs úgy, jól gondolom, rosszul gondolom. Egy perc, öt perc, hat perc. És ebből kialakul a harmadik, az attachment. Olyan tapadás, amiből azonosulás is lehet, sőt, ilyenkor kialakul egy teljesen hamis mesterkép, hogy annak a mesternek 7:30-kor meditálnia is kell. Nem csak, hogy én érzem, nem de mivel én érzem, neki azt úgy kell csinálni, mert ha nem, akkor már nem is mester. Hát az már borzalom. Jó? És elmondom a másik kettőt, az nagyon vicces, az a wanting mind, az akarat. Tehát az a fajta akaró tudat, amíg én ezt, és csak is magamnak is ezt nagyon akarom. Oké? Okay? És hát az ötödik, az a legsúlyosabb, és ezt az ötödiket vesszük észre a legnehezebben, ez a projektáló mind, angol making something. Tehát, hogy projektálunk valamit, kivetítünk valamit, álmodunk valamit, létrehozunk valamit, amiről azt szeretnénk, hogy igaz legyen, és akkor jön be a wanting, utána a checking, utána a holding, utána a attachment. Na most, ha ezt az ötöt nem zabolázod meg, tehát ne projektálj, ne akaratoskodj, ne ragaszkodj, ne azonosulj, ne ellenőrizz. Oké? Okay? Ha ezt az ötöt nem zabolázod meg, nem haladsz az úton. Csak körbe-körbe. Szamszárikus körforgás, nyomtató ló a malomban szépen. Körbe-körbe. Gyorsan vagy lassan, mindegy. Egyéb kérdés? Az egyik előadásod alkalmával azt mondtad, hogy a kapcsolati traumáknak a gyökere az az állandó humán projekció, vagy egymásnak dobálgatjuk a projektálásainkat. Ezentúl pedig azt is, hogy ahhoz, hogy a másikat jól lássam, az egy olyan állapot kell, ahol nincsen szó, nincs tett, nincs érzelem és nincs gondolat. Na most, hogyha mondjuk párkapcsolati trauma van, vagy probléma, akkor a 3D szinteken mégis hogyan oldom ezt meg, vagy hogyan oldja meg az ember? Először el kell érni azt, amit úgy hallottál Omkárát az előbb, hogy Misi ne ragaszkodjon Misihez. Tehát haladja meg Misit. És hogyha rájön arra, hogy bennem mi az, ami lát, de nem Misi, akkor látja jól Misit. Tehát el kell érni azt, ami nem gondolat, nem érzelem, nem tett és nem cselekedett, hanem ez a gondolkodás előtti tiszta, térszerű, tükörszerű tudat, ahhoz, hogy jól lásd a gondolatot, a tettet, a beszédet, a cselekedetet és mindent. Hát el kell érni a nem keletkezőt és nem szűnőt, hogy jól lásd azt, ami keletkezik és megszűnik. És ez a párkapcsolatra
kifejezetten igaz. Hát nekem ez egy olyan friss tapasztalás, hogy csak egy pillanatban mondtam le erről a látásról, hogy most tényleg úgy reagálok, ahogy a dualisztikus tudatom éppen azt gondolja, meg érzi. Olyan katasztrófa lett, 3 hétig dolgoztam rajta, hogy ismét normálisak legyünk. Bizony. Mert engedtem a saját dualitásomnak, meg gondoltam, hogy ilyenkor most szükség lesz egy személyre. Hát az jó, be is csődölt ott éppen is akkor. Mert olyan énes lett egy pillanat alatt, hogy csak egóharc lett belőle. És akkor egy 3 hetes munka volt, amíg az energiánkat, meg az egyéb ilyen kis finomságainkat rendeztük, és ez nekem egy örök tanítás, hogy erről a látásról soha nem lehet lemondani büntetlenül. Ez az igazi kárhozat, amikor letérsz az útról, semmi más. Tehát el kell érni azt, ami az énség fölött van, hogy jól lásd a saját énedet is, meg az övét is. És ezen az alapon lehet úgy előre menni, hogy akkor már szándékosan saját hibát nem vétesz. Elmondták, tudsz-e kívülállni saját magadon és a partnereden? Ez a legnehezebb, mert mindig ott vannak a sebeid, vagy ott vannak a másiknak a sebei, és ezért próbálja az összes tanító azt hangsúlyozni, hogy szállj ki a csónakból, és nézd meg, hogy kik vannak a csónakban, és mit csinálnak. Amíg ez nem sikerül, addig belekavarodott emberként vagy, és nem tud objektíven sem saját magadat nézni, sem a másikat. Ez egy művészet, bár jó tudnám csinálni. Köszönöm. Az lenne a kérdésem, hogy nagyon sokszor tapasztaltam azt magamon, hogy ídatlan, borzalmasan nehezen tűröm a vereséget és azokat a helyzeteket, ahol vereséget szenvedek. És ezt már az interjú szobában is tapasztaltam magamon, hogy a reakcióm az tényleg az valami borzalmas. Már be se akarok menni, mert tudom, hogy úgyse fog menni, akkor minek ez az egész? És egyszerűen tényleg rémes. És akkor elkezdek haragudni magamra is, hogy miért nem vagyok képes hinni magamban, és akkor ez így mindig így körbe megy, és akkor csak ilyen rágódás lesz, meg ilyen haragvás. A színdarabban nem találtad meg a helyedet. A színdarabban nem találtad a helyedet, de saját magamat is látom, természetesen, meg nagyon sok minden más. Ezt a szót hallottad, hogy sportszerűség mit jelent? Sportszerűségnek nevezik azt, amikor nem valakinek kifejezetten drukkolsz, hanem a jobbnak drukkolsz, azaz az összes előítéletedet leveted, és ezzel, amit te mondasz, ezzel sajnos, mivel átéltem, úgyhogy pontosan ugyanabban a cipőben jársz, mint magam is, nagyon sokáig jártam, meg lehet, hogy most is néha még belecsúszok, hogy járod az életnek mondjuk a 6. osztályát, és marha dühös vagy, hogy a 10. osztályos feladatot nem oldod meg. Nem hagysz magadnak fölmenni. És talán ma is hallottunk már erről egy kicsikét, hogy valamivel azonosítod magadat, és amikor így leszúrod magadat, dühöngsz, hogy elbuktam ezt a dolgot megint, akkor egy múló személyiség, múló állapotával azonosítod magad, és ezen dühöngsz. Indiában azért volt jó, hogy különösen azok, akik védikus oktatásban részesültek, annak odaadták gyerekkorába a Mahavakyák közül mind a négyet, de elsősorban az elsőt, ami így hangzik, hogy Aham Brahmasmi. Én csak a tiszta tudat szintemmel azonosulok, azaz Aham Brahmasmi, én tiszta tudat vagyok. És innentől kezdve minden más a múló személyiségem. És amíg a múló személyiségemnek olyan léceket teszek fölfelé, ami 6 osztállyal fölfelé van, akkor mindig szenvedek. Ha meg olyan feladatokat teszek, ami 8 osztállyal lejjebb van, akkor marha nagy egóm lesz, mert mindig csak hülyékkel vagyok körülvéve. Tehát próbáljad kiválogatni azt, hogy menet közben játszol. Ezt hangsúlyozom, hogy játszol, mert aki játszik, annak nincs tétje.
amikor viszont marha nagy tét, ebben az életben semminek nincs tétje. Az ég egy világon semminek nincs tétje, mi tesszük a dolgokat tétszintűvé, mert mindenki, aki itt van ebbe a terembe, 120 év múlva halott lesz. Akkor hol vannak a tétek? Minden, amit csinálok, fölösleges. Egyet kivéve, ha úgy csinálom, hogy jobb ember leszek. Ha úgy csinálom, hogy előrébb leszek. Az autóm, a cipőm, a házam, minden be tudom húzni abba a kis urnába. Nem. A szeretőmet, a kedvesemet, mindenkit be tudom húzni abba a kis urnába. A gyerekeimet. Mint potenciális halottak már. Nem értettük meg a színdarabot, és a színdarab az, hogy nekünk a vásznunk, amin mint művésznek dolgozni kell, a tér, az idő, az ok és az okozat. Ez mind benn van az elme birodalmában. És ha te így tekintesz az egészre, hogy holnaptól kezdve játszok, és akkor leszek mester, ha többször állok fel a bukások után, mint a környezetem. Köszönöm. Om Namah Shivaya. Következő kérdés? Én ismerkedtem védikus filozófiával is, és nekem egy nagyon érdekes tapasztalatom volt ezzel kapcsolatban, hogy amikor még nem tudtam semmit ezekről a dolgokról, éltem úgymond a vakvilágba, csináltam a dolgomat, biztos az én céljaim, az én vagyonom a legfontosabb a világon, és amikor megismerkedek olyan több ezer éves tanításokkal, amik már akkor megmondták, hogy egyébként hogy kellene gondolkodni, és most próbálom élni az életemet, és mondjuk megcsinálom ugyanazt, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, és így áll az ember, hogy de most ezt meg miért? Ez néha elég gyakran megtörténik, hogy annyira rossz érzés, hogy már tudnom kellene, és most így visszanéz az ember, és akkor most ezt miért mondtam, vagy ezt miért tettem? Ezzel haladunk most valamit, ezzel lehet valamit tenni, vagy egyszerűen az ember alkalmatlan a fejlődésre? Mit jelent ez, amikor tudom, hogy kellene, és mégse vagyok rá képes, mert az adott pillanat elragad? Szerintem erre nagyon egyszerű válasz, eleve veregesd meg a válladat azért, hogy már most felismerted, hogy ez nem biztos, hogy most megint sikerülni fog. Jézus ezt úgy fogalmazta meg, hogy vigyázzatok, a lélek már kész, de a test erőtlen. Azért járjuk a meditáció útját, ide készítettem ezt a mondatot, mert mindent ésszel akarunk megoldani, azt is, ami az észen túl van. Ezt mindjárt meg fogjátok érni. Egy olyan világba élünk itt mindnyájan, az akadémikusok is fantasztikus nagy szájjal hirdetik az igazságokat, de senki nem tanítja az iskolába, ki vagyok, honnan jöttem, miért vagyok itt, hová megyek. És ha ebből indulsz ki, akkor rájössz arra, hogy nem bántani kell magadat, hogy ezt se tudtam megcsinálni, hanem egyszerűen az önfejlődés útján az a probléma magától meg fog oldódni. Erről ma már hallottuk. Ugyanis maga a meditáció az egy olyan eszköz, nézd meg ezt a szutrát, a Szamádi Páda 30. szutráját olvasom fel, amely azokból a elmezavarokból táplálkozik, ami itt van minnyájunkban benne. Azt mondja, hogy betegség, lanyhaság, kétség, halogató természet, lustaság, a szenvedélytelenség hiánya, hamis tudás, képtelenség a jóga bármely szintjének elérése, képtelenség a jóga bármely szintjének fenntartására, miután elérte, az elme szétszórtságát előidéző tényezők, és ezért akadályt jelentenek. Nézd meg a következő mondatot, és ez mindnyájunknak nagyon sokat segít. A 32. szutra. Az előbb említett
akadályoknak és mentális szétszórtságot okozó dolgoknak a megszüntetésére az ember meditáljon ismétlően egy tárgyon. Tehát gyakorlatilag azt kell meglátnod, hogyha itt a dobozban rendet csinálsz, akkor a válasz is megjelenik arra a konfliktusra, amit nem tudsz megoldani, mert újra és újra elesel. Tehát nem véletlenül a közös mindkettőnk szervezetében a meditáció kiemelt szerepe, hiszen ez rak rendet a dobozban, de nem csak rendet rak a dobozban, hanem meg is haladja a dobozt. Tehát én azt javaslom neked, hogy holnap reggel 5 óra 25-kor várlak a meditációmon, ezt halálkomolyan mondom, és csináld ezt úgy, mint hogy mi is csináljuk, elnézést, nem akarok csábítani a szervezetből, de csináld úgy, ahogy nagyon sokan csinálják, ami a titka minden spirituális fejlődésnek, a hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással végzett gyakorlás. Egész este majdnem ez volt a fókuszban, hogy csináljuk ugyanazt egyre jobban. A buddhizmus is az elme meghaladását tűzi ki célul, meg a jóga is. Tehát akik itt vannak és komolyan gondolják ezt a játékot, azoknak mind ez a közös célja. A kérdés az, hogy hajlandóak vagyunk elhinni azt, amit Buddha mondott, vagy amit a bölcs Patanjali. És inspirállak téged arra, hogy most már csörgőórá, semmi másra nincs szükség egy reggeli meditációhoz, egy elhatározásra, egy csörgőórára és az ágyból való kimászásra. Egy köszönöm. Mondatodat idézve szeretnélek segíteni pont ezzel a mozdulattal. Azt mondtad, hogy tudom, hogy hogy kell csinálni, meg kell csinálni, de mégsem vagyok képes rá. Valójában, ha az elmédet egy picit félreteszed, ennek pont a fordítottja igaz. Képes vagy rá, de még nem tudod, hogy hogyan. És hogyha ezt magadban átírod, ez tényleg két kábelnek a megcserélése, akkor mindig ott vagy, hogy benned ott van az, ami a teremtést intézi. És nem vagy leragadva a teremtettség módszereinél, hogy most tudom, hogy hogy kell, vagy nem tudom, hogy hogy kell. Tehát a bennünk lévő teremtő, az nem módszerfüggő. Az nem helyzetfüggő. Még csak nem is személyfüggő, de bennünk így nyilvánul meg, ahogy. És ez az, amikor a zenben azt mondja, hogy tér vissza a nem tudomhoz. Ez annyira idegesített engem az első két évben. Tehát ezt el nem tudod mondani. Ez hihetetlen volt egy ilyen enyhén merkúrius alkatnak. Elképesztő tréning volt az, hogy te ne ragaszkodj a gondolkodásodhoz. Miért? Mert nem attól függ az egész. Nem attól függ, hogy tudod, hogy kell csinálni, vagy nem tudod, hogy hogy kell megcsinálni. És tudom, hogy a te szakmádban ez egy teljes eretnekség. Tehát ott, ha valaki nem tudja, hogy hogy kell csinálni, az menjen onnan, kész. Ne akarjon ilyen eszközökhöz, kábelekhez, meg nethez nyúlni. Semmi. De az út nem ez. Az út nem a gondolkodástól, vagy módszerektől való függés, hanem a képességünkre való rátalálás, legyen az a Buddha természet, ahogy a zenben mondjuk, hogy rátalálok arra a teremtő szikrára magamban, amitől az úton tudok járni, aztán, ha az a dolgom, hogy megcsináljam, megtudom a módszert, és meg lesz. De a tett, az, hogy a kezdetben van a tett, az egy elképesztő fontos dolog ezen a területen. Hogy nem a gondolattal akarom a tettet szépen kikalibrálni, hanem az okozatiságot látva cselekszem, akkor is, hogyha nem tudok mindent róla, nem tudok mindent a módszerről, a technikáról, de teszem, és ezáltal tanulok. Köszönöm. Szíves. A tudat és a léleknek a kapcsolatáról szeretnélek kérdezni. Olyan vonatkozásban, hogy volt egy beszélgetésem valakivel, és ő azt mondta nekem, hogy tudom, de úgy fáj a lelkem. És akkor megragadt ezen a figyelmem, hogy akkor miről is beszél, hogy ő tudja, de a lelke fáj. Tehát, hogy erről tudnátok nekem egy kicsit többet mondani, így a tudatról, lélekről?
Hát a mi nyugati pszichológiánkba, bár erről már korábbi közös találkozónkon is említést tettem, káosz van a fejekben. Káosz van a fejekben, ugyanis a szellemet, az elmét, a lelket, a tiszta tudatot totális zagyvaságként kezelik. Nincsenek definícióik. Szerencsére a buddhizmusban a tiszta tudat ott van. Szerencsére a jogázók világában a tiszta tudat, mint fogalom, mint a lényünk alapja ott van. Azért, hogy haladni tudjunk az úton, ebből jött létre a nagy káosz, a buddhizmus és a hinduizmus közötti illuzórikus csata, mert nincs közöttük csata valójában, hogy van-e az embernek egyéni lelke, vagy nincs egyéni lelke. Az embernek, amikor hazaér önmagához, akkor van egy úgynevezett önvalója, ami azonos a tiszta tudattal, és ezt nevezik léleknek. A lélek az változatlan, időtlen, örökkévaló, túl van az elme korlátain. Így tehát a lélek nem tud fájni. Így tehát a pszichológia, mint szó, teljesen téves definíció, mert amennyiben a psziché alatt a lelket értik, a lelken semmi gyógyítani való nincs, hiszen a lélek nem változik. Időtlen, örökkévaló, mindentudó és abszolút boldog. Mit akarjuk le különböző takarókkal, mint ahogy a Tiffany lámpát takarják le, hogy a végtelenből végeset gyártunk, és utána szomorkodunk a saját halandóságunkért. Visszatérve még egyszer, az elmét soha nem szabad összekeverni a lélekkel. A lélek az, ami időtlen, örökkévaló, a bennünk rejlő tiszta tudat, és most, ha meghallgatjuk Sunimtól is, hogy a buddhizmus ugyanezt a fogalmat, hogy látja, tehát maga a pszichológia helyett már rég mindológia, vagy elmeológia szót kellene kifejezni, mert valami olyasmit akarnak megváltoztatni, ami megváltoztathatatlan. Itt az első olyan helyzet, amikor a fogalmakat picit másképp használjuk. A rendszer ugyanúgy működik, de itt személyem a lelket azt az itteni elme értelmében használja. És a léleknek része az elme funkciója, meg gondolkodik is, meg érez is. Amit Omkárától lélekként hallottál, az időtlen, a keletkezés és megszűnés fölött álló valami, annak itt nálunk nincs neve. Lehet Buddha természetnek hívni, de eredetileg nincs neve és nincs formája. Tehát, hogyha szemléltetni akarom azt, ami a test és lélek fölött áll, mert itt a lélek az az egyén, a karmádnak az összessége, az ez. Várhatsz, hogy üssek valami, nem fog bekövetkezni. Tehát az egyén az a karma gyűjteménye. Itt nyugaton a lelket nagyon sokféle kontextusba helyezik, én ezt úgy mondom, hogy a szoftver. Tehát a lélek, amikor lejössz, mert testet töltesz, az szépen letöltődik, a karmádnak az összessége az összes vektorával meghatározza, hogy hova születsz, kihez születsz, mikor születsz, milyen körülmények közé születsz. Tehát az én definícióban ez a lélek kis L-lel, ahogy a tudat vagy tudatosság is kis M-mel és nagy M-mel is van, mint mind, de a kicsi az az egyén, a nagy pedig ugye az abszolút. Na most a Buddhának az volt az egyik legnagyobb felfedezés, hogy ez az abszolút, ez nem egy személy. Értjük? Tehát nagyon sok attribútuma volt az Atma Brahmannak a hinduizmuson belül, de már könyveket írtak róla, és ilyen templomokat töltöttek meg azzal, hogy neveket és formákat adtak annak, aminek eredetileg nincs ilyen. Érted? Tehát elkezdtek lábakat festeni a kígyóra. És ettől a kígyót szerintem idegbajt kapna, hogyha ez megtörténne vele.
És ez azért nem jó, mert elfedi a valóságot. Ahogy hallottad, végest akartak gyártani a végtelenből. És sikerült is, mert rengeteg tárgyas kultusz, az pont ezt célozta. A következő adásunk pont erről szól, Samprajnáta és Aszamprajnáta Szamádi, magyarul tárgyas vagy tárgyatlan tudat, ahogy azt ki fogjuk bontani, megszabadulás irányú és nem megszabadulás irányú utak. Itt azért a módszertani különbség az nem csak egy A, mint fosztóképző. Tehát a lélek a szoftver, a test a hardware, ki az operátor? Na, ezt kéne megtalálni. Tehát azt hiszed, hogy az operátor az egy személy, de nem az. Kereszténységben felszokták tenni azt a kérdést, hogy válsz te Isten művévé? Úgyhogy veszítsd el a lelkedet Krisztusban. Válj egyé azzal a krisztusi minőséggel, aki a teremtést teljes mértékben lehozta a teremtetbe. A teljesen megvilágosodott tudatot megjelenítette ebben a szamszárikus körforgásban, ami az élet és halál kőkeménysége a Földön. Tehát itt az én szóhasználatom szerint a lélek az mindaz, ami az egyén, de kötődik más lelkekhez is, az a párkapcsolat, a család és a csoport, illetve társadalom szintjén. És hogyha elérted igazi önvalónkat, mert az nem ám egyes szem, az én kicsi önvalóm, hát olyan nincs is te. Olyan, az csak ilyen kis szikra, ami a csepp a tengerben. Ha önvalónkat tapasztaljuk, akkor kiderül, hogy valójában hogy működik a test és a lélek együtt, és ki ennek az operátora. Elárulom, hogy ez nem annyira ki, inkább mi. Tehát, hogy micsoda. Úgyhogy így érdemes a teremtő és a teremtett viszonyát szemlélni, hogy bizony, ha a szoftveren nem változtatsz, akkor nagyon hasonló környezetben fog futni, mint eddig. Ha változtatsz a szoftveren, megváltozik a hardware is. De ez visszafelé is igaz, lásd asszanák, megváltoztatod a hardvert, megváltozik a szoftver is. Tehát látod a lelki hatását annak, hogy te tudatosan ászanákat gyakorolsz, és ebből derül, hogy nem gépek vagyunk, hanem emberek. És eszmetlenül visszahat ránk minden, amit fizikailag, energetikailag megcsinálunk, a saját lélektartalmunkra. Na most ahhoz, hogy ez az operátor nyilvánvalóvá váljék, ahhoz kell a megfelelő testtudatosság és lélektudatosság. És a lélektudatosság mindaz, amit látsz a szoftverben. És a tragédia az, hogy az operátor ott ül a képernyő előtt. Minden ott van előtte, ami kell. És látja, hogy én saját magam töltöm fel a vírust a saját rendszerembe. A saját önsorsontó tendenciáimat képes vagyok enterrel teljesen az életem részévé tenni. Holott ott van a törlőgomb. Ott van az, hogy nem kell szenvedni és szenvedtetni, de mégis megteszem. Mert ezt szoktam meg. Mert azt hiszem, hogy én így vagyok valaki. Hogy én ezáltal vagyok az életnek a része. És a jó hír az, hogy ezt nem kell megtenni. Tehát itt a nagy ellel a lelket most hallottad Omkárától, nekem erre csak egy kicsi elbetűn van, és az a tudat, vagy tudatosság, az, amit az előbb Omkára nagy ellen lélekként használt, hogyha jól értettem, amit mondtál. Igen, ez biztos, hogy békíteni kell ezeket a kategóriákat, és azért van, nem véletlenül van így, hogy egy mester, egy mantra, egy tanítás, mert azt mondják, hogy ha egy mestered van, vagy egy orvosod van, akkor kapsz tőle egy receptet, ha két orvosod van, akkor kapsz tőlük egy konzultációt, ha három orvosod van, megrendelted tőlük a hamvasztásodat, mert egymást kioltják, mert nem azonos, tehát a terminológiák alatt nem ugyanazt értik. Mi azért tudjuk Szunimmal megérteni egymást, mert időnként leülünk, és meg tudjuk szervezni azt, hogy Microsoft program hogy tud egy Apple programmal együtt dolgozni, igen. És mind a kettő veri a saját gépét, és mi egy nyelven verjük a gépünket. Igen. Nem tudjuk meghúzgálni a hajunkat, mert nincs. Igen. Neked még mindig több van. Azt neked van szemöldököd. De a net vágja. Nagyon más. Régen hosszabb volt. Szóval a fogalmi, sporadikus különbségek dacára a rendszer,
nagyon analóg, nagyon paralel, és ezért tudunk úgy működni, hogy a közös tanítás ugyanolyan irányba mutat. És szerintem mindenki, aki alapszinten gyakorol, látja a fogalmi különbségek mellett azt a rendszerszerű hasonlóságot, amely ugyanarra a célra vezet. Ez kapcsolódik egy gyakorlati kérdés, hogy nekem, mint zen gyakorlónak mit kellene eltanulnom a jógásoktól, illetve fordítva is, hogy a jógások mit tudnának eltanulni a zenesektől, vagy maradjunk a kaptafánál, és ne keverjük ezeket a dolgokat. Maradjunk abban, hogy te mit tudsz tanulni. Akkor én mit tudok tanulni a jógásoktól, ez a kérdés. A jógásoktól, tessék? Mert az... Tessék, a főnököt megkérdezzük, a nagymestert. Van tested is, és azon keresztül nagyon szépen el tudsz jutni az épp testben, épp lélek definícióhoz, mert látod, hogy a jóga teljesen alulról épül fel, kívülről építkezik befelé. Egy szó, mint száz, a jógának megvan a maga szerszámos ládája, és ebből a szerszámos ládából mindent tudsz használni, ami a 8 órás zen meditációdat elősegíti, hogy olyan állóképes legyél, fókuszált tudatú legyél, hogy itt 8 óra alatt ne essél össze, hanem legyél olyan szívós és fókuszált egyhegyű tudatú, hogy még magasabbra emelkedjél a zen gyakorlásban. Ha egy nagyon jó rendszert akarsz építeni, ha egy nagyon jó gyakorlatot akarsz folytatni, ha egy nagyon világos világképet szeretnél kialakítani, jogász. Ha mindezt le akarod bontani, gyakorolj zent. Köszönöm. Ugye van egy olyan tézisem, szándékosan nevezem tézisnek, mivel szubjektív a vélemény, hogy korlátlan szabad akaratom akkor lenne, hogyha korlátlan tudatosságot kaptam volna 3D-síken. De mivel ezzel nem rendelkezünk, azt gondolom így korlátolta. Inspirálva vagy arra, hogy korlátlanná váljál, ahogy Buddha úrunk is korlátlanná vált, csak a kérdés, hogy miben akarsz korlátlanná válni, mert ha a fizikai testedben akarsz korlátlanná válni, akkor rossz úton jársz, mert nem ezért vagy itt. Azért nem vagy itt ebben, mert egy illúzió világban semmiféle valóságtartalom nincs. Azt képzeld el, hogy az egész életed nem más, mint egy 4D-s moziban eltöltött időszak. És amíg nem érted meg azt, hogy moziba ülsz, addig játszadozol szabad akarattal, abban a pillanatban, amikor a mozigépet kikapcsolod, nincs se 4D, se tested, csak tiszta tudatod. Potenciálisan ráébredsz a saját időtlenségedre, mindenhatóságodra, mindenütt jelenlévőségedre, és azt mondod, amit Jézus mondott. Jézus ennyit mondott, és ezért keresztre feszítették. Az Atya és én egy vagyok, és ezt neked is így kell kimondanod, mert nem szabad mulandó dolgokat komolyan venni. Óvatosan a kimondással, mert előbb-utóbb lesz egy Pilátus, aki meghallja, utána mossa a kezeit. Jó? Tehát hallasz-e mindent, ami ebben a szobában van most? Dharma szobában. Igen vagy nem? A 3D-síkon igen. Jó. Ehhez mekkora fül kell? Amekkora fejeden van. Tessék már igen. Kicsit gyorsan. Igen. Ne lassulj vissza. Tehát nem kell egy dharmaterem méretű fül ahhoz, hogy halljad azt, ami ebben a dharmateremben van. Igaz? Igaz. Oké. Akkor tessék szívesen magad végességét, avatárságát, jövését és menését, életét és halálát tudomásul venni, és közben élni azt, amit az előbb hallottál. Mert a korlátoltság és a határozottság az nem ugyanaz. Tehát a korlátlanságot érjük el, de a határainkat azt legyünk szívesek megtartani. Tehát egy olyan kérdéssel bocsátalak útra most, hogy a korlátok és a határok azonos vagy különböző? Tehát ha azt mondod, hogy azonos, hiba. Ha azt mondod, hogy különböző, az is hiba.
ezt a paradoxont, ezt mindenkinek ajánlom, hogy a teremtőt és a teremtettet hogy éli magában. Mert itt van a kulcs, kérem szépen, hogy ne legyél egy narcisztikus idióta, de ne legyél egy teljesen kishitű, önmagába zuhant, determinált lény se. Oké? Okay? Tehát nagyon fontos az, hogy se a végessel, se a végtelennel ne azonosítsd magadat. Ez az azonosulás mindenképpen hiba. Ha te sem végtelen nem vagy, sem véges, akkor ki vagy? Hálásan köszönöm a mai napot, a megjelenést és tisztelettel. Megköszönöm Omkárának az értékes tanítást, tanítványainak a jelenlétet. Egy hónap múlva folytatjuk Budapesten. Köszönöm, hogy veletek lehettem.